terem, akkor már kalandon szállni élvezet, gyorsabban száll, mint a képzelet, döcsök és pöfök, hú de kapa. Tiszaújvárosba érkeztünk, ahol a kelet-német autóipar legsikeresebb termékeivel, a Trabant 601-essel fogunk megismerkedni. Saját autóján keresztül Volvo történetét és a típus általános jellemzőit fogjuk ismertetni tulajdonosával együtt, Mátó Zoltánnal. Hogyan kezdődött a Trabantok iránti vonzódás? Hát már egészen kiskorom óta nagy a szerelem a Trabantok iránt. Édesapámnak is ez volt, ezt a márkát típust vezettem legelőször, persze még kiskoromban. Aztán körülbelül 5 éve, hogy megvettem őt, Bolhát, a rendszámjáról kapta a nevét. És akkor lássuk a motort. És akkor lássuk a Trabant 601 erőforrását, amely nem más, mint egy kétütemű, kéthengeres benzinmotor. Így van. Ez 598 köbcentiméter, és 27 lóerő, léghűtéses motor, egyébként egy rendkívül egyszerű szerkezet. Konkrétan erről az autóról tudnék-e, hogy ez már egy utolsó, tehát 1990-es évjáratú Trabant 601, így már ebbe csak néhány főbb jellemzőt említve. 12 voltos elektromos rendszer, kétkörös fékrendszer, valamint már a végső kifokozott teljesítmény. Ez így van. Mint tudjuk, a Trabant nem fém alapú karosszériából épült fel, hanem duroplastból. Ez az anyag azért jött létre, mert annak idején a II. Világháború után elég kevés nyersanyag állt rendelkezésre, ezért kikísérletezték a német gyárban ezt a anyagot, ami fenolgyanta és szövetgyapot keveréke tulajdonképpen. Ez ebben annyi a jó, hogy nagyon könnyű, nem ázik, és gyakorlatilag időtálló elnyűhetetlenül most is ugyanolyan pompában pompázik. Hát igen, a belső tér ez nem egy hatalmas nagy dolog, de meg lehet szokni. Én vagyok 190 cm, és ezzel a magasságommal egészen kényelmesen át tudok menni egy 3-400 km-t egy húzamban. Jó, azért mégsem meg kell pihenni, mert megfejlődnél, ha az ember belefog. A Trabantról még tudni kell, hogy ez is többféle műszerfallal is készült, ez már a legutóbbi fejlesztések egyike, ebbe már átfolyásmérő is került. Ez az üzemanyag átfolyásától üzemanyagrendszeren keresztül méri, színes ledekkel szemléltetve. Majd ezt látjuk szerintem menet közben is, működés közben. Még tudni kell ezekről a két ütemű Trabantokról, hogy ejtőtankos konstrukció, tehát a benzincsapot indulás előtt nyitott helyzetbe kell állítani. Szerintem indulhatunk. Akkor most lássuk a Trabant 601-es nagyszerű menetdinamikáját. Gyárilag a megadott végsebesség az könyv szerint is a 120 km per óra, ami egyébként az órában is fel van tüntetve. Az autó súlypontja egyébként eléggé magasan van, úgyhogy hát könnyű vele felborulni. Köszönhető ez egyébként a
hátsó keréklődésnek is, ami negatív. Tehát gyakorlatilag nem terpeszt az autó kifelé, mint a legtöbb autónál. És ha már itt említetted a hátsó futóművet, akkor ebben már hátul a két spirálrugó van, elő viszont maradt továbbra is a keretben beépített lap. Látható az illat, ami árad a Trabantnak a motorteréből is, de... Így van, ugyanis a motor a léghűtéses, és a léghűtés irányításával lehet fűteni a belső teret. Még a fűtéssel kapcsolatban annyit, hogy tehát ha téli üzemmódban van az autó állítva, akkor a kipufogó dob körül, az körülöleli egy ilyen burok, és onnan tudja szívni a meleg levegőt, amelyet befújítana nekünk ide az utastérbe is. A Trabant is egy négysebességes autó, viszonylag hosszúak benne a sebességek, kapcsolása a sebességváltónak az könnyen kapcsolható, de erről csak kérdezzük Zoltán. Így van, hát nagyon-nagyon sokan nem tudják, hogy ezt a kormányváltót, mivel ugye a kétütemű Trabant kormányváltós, ezt hogy kell kezelni? És egyébként nem egy nagy ördöngőség, tehát nagyjából gyakorlatilag ugyanaz a sebességnek az elhelyezkedése, mint a botváltónál, a padlóváltónál, csak hát el van fordítva, a kormány mellé van téve, és hát ide kell nyúlkálni. Belterét tekintve egyébként mondhatjuk elég puritánnak is, de hát hogy ahogy akkoriban élették, hogy spáta ilyen egyszerű a beltér is, ami egyébként nem baj, hiszen ez a kis autó az egy tökéletes kialakítású beltér. A műszerforra már említést tettünk, akkor a már korábban bemutatott Fortifiától ellentétben ezen nem található üzemanyag szintmérő. És mivel említettük az ejtőtankot itt, ami itt helyezkedik el a motortérben, a tulajdonosnak magával a kis mérőpálca segítségével kell meghatározni a benzinszintet. És vagy ezt induláskor leellenőrzi a tulajdonos, a sofőr, vagy menet közben esetleg kellemetlen meglepetések érhetik. És ilyenkor kell a csapot nyitott állásra tartalékra állítani. A tartalékállás egyébként körülbelül ilyen 5 liter engedély. Így van. A kétütemű motoroknak egyébként a sajátossága az az, hogy motorfék gyakorlatilag nincsen benne. Vagyis hát igazából van, csak nem tanácsos használni, ugyanis a benzinbe keverjük az olajat, használunk keveréket, és hogyha elveszük a gázt, akkor a benzinnel együtt nem jut olaj a motorba, ezért nincsen kenés, és sokkal jobban kopik a motor. Hát ez gyakorlatilag 1-es, 2-es, 3-asban nem szabad visszaengedni a gázt, 4-esben pedig szabadon futóban a kobátra vissza lehet engedni. A léghűtés és a két ütem miatt ugye se a hűtővíz nem tud benne felfordni, olajat se kell után tölteni, de örök életünk. Természetesen azért a Trabantnál is érdemes odafigyelni a karbantartásra. Igen, a karbantartás az nem elhanyagolandó, már a két ütemre tekintve is, de hát a gyertyák ellenőrzése, cseréje, a gyújtásnak a felülvizsgálása, ami egyébként már éppen a tirisztoros változat, tehát a korábbi Trabantokban a 6 voltos rendszerű még az nem ez a fajta volt. Tehát ez már a 601-es típusnak a legfejlesztettebb és a legjobb konstrukció változata. Gyártása az 1960-as évek elejétől egészen 1990-ig tartott, utána a berlini fal lerombolása és a nyugati határok megnyitása megpecsételte a Trabant sorsát. A gyár utána még próbálkozott a négy ütemű Trabantok újításával, de az már messze nem minősült akkora sikernek, mint ez a két ütemű elődje, a Trabant 601. És akkor most műsorunk végén szeretném köszönetünket kifejezni, hogy rendelkezésünkre bocsájtottad ezt a gyönyörű 601-es Trabantot, de szeretném átadni a Nagyon szépen köszönöm. Balázs,
Miénk a megtiszteltetés. És hát fel is ragasztanám, hogyha egy mód van rá, és sikerül egyenesen megcsinálni. Megfogod ezt nekem szépen. Itt már elő van készítve ennek a helye. Nagy precizitást igényel a feladat. Most már elmondhatom, hogy egy Skoda felni van a Trabanton.